A sofőrhiányt már 2014-ben tapasztalták a hazai vállalatok. Egy akkor készült felmérés alapján a nemzetközi fuvarozásban dolgozók 34%-a már olyankor 50 év feletti volt. A kormány ennek megoldására egy ingyenes állami sofőrképzést indított, amelyben a nehéz gépjármű és az autóbuszvezetői jogosítvány megszerzését biztosították térítésmentesen a jelentkezőknek. A képzés iránt nagy az érdeklődés, írja a Magyar Idők a Nemzetgazdasági Minisztérium adataira hivatkozva, már több mint 2000 fő jutott C, C plusz E vagy D típusú jogosítványhoz. A Lerton Trans már 2015 őszétől tagja annak a több mint 630 vállalkozásnak, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek a képzést indító OFFA-val. Itt a gépjárművezetők mintegy 30%-a már ebből a programból került ki. A gépjárművezetők, amikor kikerülnek az OFFA programból, a mi cégünknél egy saját belső képzési programba kerülnek bele, ugyanis ők ott megszerzik az elméleti tudást, de ahhoz, hogy az utakon is megfelelően végezzék el ezt a szakmát, amelynek nagyon sok oldalát kell megtanulják, megfelelő elméleti kiegészítése, és természetesen az utakon megszerezhető, az általunk biztosított oktatópilótákon keresztül megtanult tudásra is szükség van. Pető Bence azt is hozzátette, a tehergépkocsi vezetők kiemelkedő bérezést is kapnak. Magyarországi szinten akár a nemzetgazdasági átlag 2-3-szorosát is megkereshetik. A program jelentkezési feltételei közé tartozik az alapfokú iskolai végzettség, a minimum 2 éves B-kategóriás jogosítvány, illetve az is kitétel, hogy nem rendelkezhet aktív tanulói jogviszonnyal a jelentkező. A tehergépkocsi vezetőknél 18 év a korhatár, autóbusz vezetőknél pedig 21. A jelentkezőknek mindössze a 6000 forintos pálya alkalmassági vizsgálatot kell kifizetni. A Magyar Idők beszámolt arról is, hogy a résztvevők mindössze 1,4%-a bontotta fel a tanulói szerződést, nekik azonban teljes visszafizetési kötelezettségük van.